Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A mai adásban a Rákosmenti Adományez Egyesület nyári életéről fogok beszélgetni vendégeimmel. Köszöntöm a stúdióban dr. Molnárné Bán Ildikót, az Egyesület elnökét, és Lambert Krisztinát, a vezetőség tagját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És kicsit meséljen a nézőknek, hogyan kell elképzelni az Egyesület nyári életét ilyenkor? Hát jelenleg az adományház zárva van, és a nyári munkálatok, illetve hát karbantartási munkálatok, takarítási munkálatok folynak. Hát ami egy év alatt felhalmozódott kosz, ugye a rengeteg adomány miatt, amit úgy, ahol a papok táncolnak, tudtuk takarítani, de most egy alaposabb takarítás van folyamatban, úgy, ahogy az épület környezetének karbantartása is. Úgyhogy ehhez sajnos be kellett zárnunk. Augusztus 11-én fogunk nyitni. Pénteki nap, reggel 10 és 5 óra között a szokásos időben lesz nyitva az adományház, és továbbra is szeretettel fogadjuk a rászorultakat és az adományokat is. Természetesen jó állapotú gyermekruhák, felnőtt ruhák, téli ruhák, akár férfi ruhák, mert férfi ruhában nagyon-nagyon kevés az ellátottságunk, és a kis bútorokat. Amit szeretnénk megkérni, hogy a lakosság hozzon be, mert jelenleg nincs kapacitásunk arra, hogy ki menjünk teherautóval, megfizessünk esetleg egy vállalkozót, és kimenjünk teherautóval, és behozzuk ezeket, és megköszönjük, mert ugyanígy továbbadjuk annak, aki rászorult. Nyáron alapvetően csökkentett létszáma vannak bent? Jelenleg nincs ott senki. A létszám az nem tehát a nyitvatartási alatt ugyanazzal a kapacitással működik az adományház, viszont a csökkentett létszám az arra vonatkozik, hogy felváltva takarítunk és felváltva rakunk rendet. Ugye ez a csapat elfárad egy év alatt, és főleg, hogy nyugdíjasokból áll a nagy része, a segítőink nagy része, úgyhogy nem is igényelhetjük, hogy itt most mindenki teljes akciókészen álljon a szolgálatunkba, úgyhogy felváltva jönnek valóban segíteni nekünk. Ezek tehát a nyári dolgok, de akkor beszéljünk az őszről, mert ugye gondolom, hogy nagyon sok terv van addigra. Hát egy nagyon nagy fő tervünk van, mint már az előző műsorokban említettünk, hogy sikeresen nyertünk egy NEA pályázaton az érzékenyítő programunkkal egy nagyobb összeget, amit tervezünk őszre megvalósítani. A problémánk ezzel még az, hogy a pályázatot kiíró szerv még a szerződést nem küldte meg, tehát így a tényleges elkölthető, illetve hogy mire költhetjük az összeget, azt még nem kaptuk készhez, ezt nekünk meg kell várnunk, hiszen ez szigorú számadású, elszámolású, mint ahogy minden egyes támogatásra az utolsó fillérig mi nagyon szigorúan könyvelő által elszámolunk. Ezért ugye nem tudunk még tulajdonképpen úgy konkrétumot tervezni, hogy mikor és mit valósítunk meg. Többféle ötlet forog itt közöttünk, mindenkinek a jobbnál jobb ötlete ilyenkor előtérbe próbálkozik kerülni, de hát minden majd azon múlik, hogy tulajdonképpen az egyes úgynevezett nevesített fősorokon milyen összeget költhetünk el, és mire költhetjük el azokat az összegeket. Úgyhogy most a türelem nekünk a legfőbb erényünk, ugyanis várjuk azt, hogy papír alapon megkapjuk, és megkössék velünk a szerződést, és mielőbb nekiláthassunk akkor szervezni őszre, de erről is fogunk majd időben tájékoztatást nyújtani, akár itt, akár pedig az Adományház Egyesületnek a telephelyén, ugye a Ferihegyi út 36-ban kifüggesztjük akkor, hogy ez a program hol és hogyan és kiknek fog szólni, és hogy valósul meg. Bízunk benne tehát, hogy ez mi hamarabb meg fog valósulni, és akkor majd időben be tudnak erről számolni, de akkor tekintsünk egy kicsit előre, és ha tél, akkor ételosztás, ugye elkezdődtek-e már ennek az előkészületei? Általában októberben szoktak elkezdődni az előkészületei, Szabó Tibornék képviselőasszonnyal leülünk, hoztunk, szorzunk, és szeretnénk, hogyha novemberben minél korábban el tudna kezdődni az ételosztás, hogy minél többet tudjunk adni a kerület rászorultjainak, illetve hát minél több alkalommal, és ezúton szeretném kérni, hogy azokat a vállalkozókat vagy szponzorokat, akik egy-egy ételosztást szívesen bevállalnának a jövő évben, tehát a 2018-as évelei időszakban, szeretettel várjuk a jelentkezésüket. Ugye a tél egy másik nagyon fontos és újdonsült akciója volt a ruhafogas kezdeményezés. Ez lesz-e most megint idén?
Hát ez sok mindenem múlik. Tavaly polgármester úr kapta a jelzést ez ügyben, ez miatt az akció keretében, és természetesen, amit tudtunk, természetesen segítettünk. Hogy idén lesz-e, nem tudom, de szívesen állunk a rendelkezésére. Úgy, mint polgármester úrnak, mint a lakosságnak, ha hideg van, és szeretettel fogadjuk is viszont a szekrényben régóta ott álló melegtéli kabátokat. Igazából az lenne a legmegfelelőbb, hogy az adományházba hozzák be, és a téli időszakban, hogyha nagyon hidegre fordul az idő, akkor tervezünk egy plusz nyitvatartási időt is azon a héten, tehát nem csak egyszer leszünk nyitva, hanem kettőször. Így tervezzük. De esetleg érkezett már önök felé visszajelzés? A közösségi oldalakon továbbra is jelezték az Adományház Egyesület oldalán is, hogy a továbbiakban is a sikeres együttműködés reményében szeretnének számítani ránk. És ugye lenne egy másik nagyon fontos kezdeményezés, ami mellé állnának, illetve egy újfajta módon kibővítenék, ugye ez a jelzőrendszer, és ezt ugye lakossági szintűvé bővítenék, vagy fejlesztenék. Ezt hogyan kell elképzelni? Tulajdonképpen az intézmények, a kerületben működő intézmények, bölcsödék, óvodák, gyerekjóléti, családsegítők, tehát ők tudnak a mi létezésünkről, többször kapunk jelzést, hogy van család, vagy van rászoruló szülő vagy gyermek, akinek kéne bármi, amire nyilvánvalóan nem telik a keresetéből, akár ruhanemű, akár bútor, vagy kisgépek. Ez már egészen jól működik, és ővelük a kapcsolat eléggé gördülékeny. Amit mi szeretnénk elérni az, hogy a lakosságnak a jelzőrendszerét kiépíteni, mélyíteni, megszilárdítani, tehát hogy nézzen át a szomszédjába a kedves állampolgár itt, aki a kerületben lakik, hogy van-e esetleg a környezetében olyan idős ember, beteg ember, kisgyerekes, családos, munkáját elvesztett, vagy bárki, aki rászoruló, és esetleg vagy nem mer kérni, vagy nem is tudja, hogy van egy ilyen lehetőség a kerületben. Tehát mi azt kérjük a lakosoktól, hogyha ilyen család vagy egyén az ő látókörükbe kerül, akkor őt tájékoztassák arról, hogy mi létezünk itt a kerületben, mi azért működünk, azért dolgozunk, hogy segítsünk azoknak, akiknek szükségük van erre, illetve ha felénk jelzi, az is nagyon jó, mert akkor mi megpróbáljuk fölvenni a kapcsolatot azzal a rászoruló családdal vagy egyénnel, és feltérképezni, hogy mire van szüksége, miben tudunk segíteni, mivel tudunk segíteni az ő élethelyzetén. Úgyhogy mi ezt nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha elterjedt lenne, azt már egyre inkább tudják, hogy be lehet hozni adományokat, elég sokan keresnek minket, főleg a tavaszi időszaktól kezdődően gondolom, amikor amúgy is ugye rendezik a családok a lakásukat, és ami feleslegessé válik, ugye attól igyekeznek megszabadulni, és nagyon helyesen nem a szemétbe dobják, hanem akkor tudják, hogy nálunk esetleg új gazdára találhat. De szeretnénk azt is, hogyha ilyen szemmel is néznék a környezetüket, hogy akár célzottan felhívni a figyelmet, hogy van a szomszédban vagy a közelükben egy olyan család, akiknek bizony segítségre van szükségük. És akkor mi ezt is szeretnénk itt elterjeszteni, és inkább felvállalni, hogy ne legyen ebből senkinek sem nagyobb hátránya az élethelyzetében. Úgyhogy ez nekünk egy fontos feladatunk vagy célunk. Van még egy kérdés, amit ugye mindig felszoktam tenni, de hogyha jól tudom, ez most különösen aktuális és fontos, ugye, hogy szükség lenne az adományháznak dolgozókra. Ez hogyan és milyen módon lehet jelentkezni önöknek? Egyre nagyobb szükségünk lenne, főleg a délelőtti időszakban, ugye ezt már többször hangsúlyoztuk, hogy ilyenkor nyugdíjasok dolgoznak az adományházban, péntek délelőttöt ők tudják bevállalni, mivel mi a délutános műszak, ugye mindannyian munkaidő után megyünk önkéntes munkára, tehát nekünk a délelőtt a nagyon problémás időszak. Ugyanis hát, mivel nyugdíjasok, és hát ők sem lesznek fiatalabbak, és a testi-lelki korlátaik nekik is végülis eléri azt a szintet, amikor már nem tudnak ilyen nehéz fizikai, mert hogy ezt azért tegyük hozzá, hogy ez fizikai munka is, hiszen ott azért több tonnányi ruhaneműt és kisebb eszközöket kell megmozgatniuk hétről hétre, tehát ez nem egy időszakos állapot, tehát nem úgy, mint mondjuk az ételosztás, hogy novembertől márciusig tart, hanem ez tulajdonképpen az évnek ezen az egy hónapos nyári leálláson kívül minden hétvégéjét érinti, minden péntekét, tehát ez ezért egy eléggé nehéz fizikai munka nyugdíjasoknak.
Itt három olyan nyugdíjasunk van, aki előreláthatólag a jövőben nem tudja vállalni ezt az önkéntességi szolgálatot, vagy legalábbis csak esetlegesen tudja vállalni. Ezért mi erre nagyon keresünk olyan aktív, agilis és még fizikálisan is jól terhet bíró nyugdíjast, aki szívesen csatlakozna hozzánk, illetve a délutáni időszakban pedig férfi munkaerőt is várnánk. Továbbra is a közösségi szolgálatos diákokat tárt karokkal, mi velük nagyon-nagyon elégedettek vagyunk. Én azt gondolom, hogy nekik ez egy nagyon jó tanuló hely az életben ahhoz, hogy hogyan is kell a rászorulókhoz hozzáállni, mivel tud apró egy-két órás munkával segíteni másokon, lelkileg is, és én azt gondolom, hogy világnézetileg is egy nagyon fejlesztő hatású dolog, úgyhogy a közösségi szolgálatos diákokat továbbra is nagyon nagy szeretettel várjuk, és hát fiúkat, életerős fiúkat, akik azért a 20-25 kilós zsákot meg tudják emelni, és odébb tudják vinni, úgyhogy erre nekünk nagy szükségünk lenne. Mindenképpen személyesen vagy Krisztinát, vagy engem keressenek, és úgy tudunk egyeztetni, hogy mikor, hol, hogyan tudnak önkéntességi szolgálatba állni mi nálunk ezek a jelentkezők. És zárásként egy nagyon rövid kiegészítés, hogy pontosan mettől meddig, úgy értem olyan szempontból, hogy mettől meddig vannak nyitva? Mindig pénteken vagyunk nyitva, és délelőtt 10-től délután 17 óráig. Köszönöm szépen, és akkor búzdítok mindenkit, hogy jelentkezzenek önökhöz. Köszönjük. Én további nagyon köszönjük sikeres szépen munkát kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, viszontlátás. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.